Az imént látott epizód része egy a Pécs Televízió által készített Pécs szobrai címet viselő sorozatnak. Bizonyára sokaknak ismerős volt ez a kompozíció az Uránvárosból. A sorozat elkészítéséhez nagyon nagy segítséget, mondhatnám nélkülözhetetlen segítséget nyújtott dr. Rombári Ferenc művészettörténész könyve, mely szintén Pécs szobraival foglalkozik, és ebből a szempontból alig ha találhattunk volna önnél alkalmasabb embert, aki jobban ismeri Pécs szobrait. Milyen állapotban vannak ma ezek a szobrok Pécsek? Az előbbi bejátszás akár megtévesztő is lehetett. Tél van, ilyenkor leengedik a vizet a medencéből, de ez akár nyáron is készülhetett, mert évek óta ezek a szökőkutas szobrok, ezek nem működnek Pécset. Pécset, ha sommásan kell megfogalmazni, nincs gazdája a szobroknak. Számomra a legnagyobb meglepetés volt az, amikor egy fölmérést készítettem, most nem a 20 évvel ezelőtti, 25 évvel ezelőtti anyaggyűjtésre vonatkozik ez, amit mondok, amikor a könyv készült. Azóta művészettörténészként foglalkozom a pécsi szobrokkal, emlékművekkel, emléktáblákkal, az állapotukkal, a újjak elhelyezésével. Azért megtévesztő, mert rájöttem arra, hogy nincsen gazdája a szobroknak. Mennyi szoborról van szó egyébként? Hát én most számszerűségében nem mennék bele, sok. Minden esetre a könyvhöz viszonyítva, ami 20 évvel ezelőtt készült, kb. 30%-kal több szobor, emlékmű és emléktábla van. De a lényeges az, amit előbb elkezdtem mondani, hogy nincsen gazdája. Tudnilik, egy társadalmi szervezet, egy párt vagy egy tanács felállít egy szobrot, és akkor az ott van, és ezt nem veszi senki se birtokba. Ez az egyik. A másik az, hogy ezek a szobrok, ezek idővel pusztulnak, megsérülnek, vandálkezek nyomát viselik, és tulajdonképpen nincs, aki ezeket karba tartaná. Ezért született meg az emlékművek és szobrok felújításáért közalapítvány, és közgyűlési képviselőként azért lobbiztam, hogy legyen egy bizonyos összeg, hogy ezeket a szobrokat rendbe lehessen hozni. Hát negatív példákat mondok, Melokó Miklós Adi szobrának az orra letörött, a múltkorában összefirkálták vandálkezek pácai nővéreit, nem beszélve Bencsiknek a szobráról, amit most a város kénytelen volt elhelyezni köztérről. Nincsen megfelelő összeg. Ön szerint kiknek kéne ezeket a szobrokat gondozni, karbantartani, rendben tartani? Jó a kérdés, hát ezért szorgalmaztuk azt, hogy létrejöjjön ez a bizonyos közalapítvány, amelynek kuratóriumában szakértők vannak, van szobrász, van építész, van várostörténész, van újságíró, van művészettörténész, és hát ez társadalmi munkában ezeket a dolgokat csinálnánk. Hát egy példát mondok, rendkívül sok intézményt kellett megkeresni ahhoz, hogy a pusztuló félben lévő Komarok szobrot megmentsük, és áttelepítsük egy olyan helyre, ahol a város lakói magukévá tehetik. Olyan eldugott helyen volt a volt Komarok gimnázium mellett, ahol bedőtte a bozót, és egy mobil szobor, 11 év óta nem mobil szobor, immáron a mostani szomszédja azt sem tudta, hogy ez valamikor mozgott ez a szobor. Ehhez kellett a közreműérték, kellett a Biokom Kft., kellett a piacigazgatóság, kellett a város, kellett a Dunafer, kellett még nem tudom hány cég, hogy ezt rendbehozzuk. Társadalmi munkában, és ezeket megtettük. Na most van egy ilyen fonák dolog, hogy a város megszavazott 2 millió forintot a szobrok rendbe tartására, de valami számomra érthetetlen oknál fogva ezt nem a közalapítvány kapta, hanem a közüzemi RT. Hát tudjuk, hogy a közüzemi RT-nek számos ezernyi feladata van, hogy csak a legföldön fekvőbb dolgot mondjak, a város tisztán tartása is többek között a feladata, de azokkal a szakemberekkel nem rendelkezik, akik szoborban tudnak gondolkozni, és akik szobor javításával, megreparálásával tudnának foglalkozni. Ők megkérdezték az önök véleményét, hogy mire fordítsák ezt a 2 millió forintot? Kitűnő a kapcsolat, csak egész egyszerűen a dolog úgy nem megy, hogyha van egy ilyen milliárdos vállalat, amely rendelkezik egy ilyen hátánpuk feladattal, nyilvánvaló, hogy nem hibáztathatók ők,
Hibáztatható az a szemlélet, amely ezt a pénzt odautalta. Az természetes, hogy évtizedek óta a szobrok betakarását a saját apparátusukkal végzik. De az, hogy hogyan lehet egy szobor orrot visszaállítani, hogyan lehet egy rosszul elhelyezett szobrot. Egy példát mondok, a Régészet című szobrot 20 évvel ezelőtt rossz helyre rakták, a szobrász, aki pedig Kossuth Díjas, és akkor a képzőművészeti főiskola rektora volt, engedélye, beleegyezése és jelenléte nélkül állították föl rosszul, majd aztán egy helyi ötletre átkerült egy másik helyre, nagyon jól tudjuk az újságból, hogy ezt a szobrot állandóan fölborogatták. Miért? Azért, mert nem volt szakszerűen elhelyezve. Bocsásson meg, de arra biztos nem lesz időnk, és talán nincs is sok értelme, hogy a múlton keseregjünk. Mi az, amit most tud tenni ez az alapítvány, hogy a helyzet megváltozzék, és ezek a szobrok méltó módon helyreállítva díszítsék a várost? A kuratórium nevében ki tudom jelenteni, mi tettre készek vagyunk, csak ez az anyagi feltételeket biztosítani kell, és bízom benne, hogy a mostani költségvetési vita során nem a közlömérté fogja kapni azt a bizonyos összeget, amit erre szán a város, hanem a közalapítvány, és mi számos olyan dolgot meg tudunk oldani, hozzáteszem szakszerűbben, sokkal olcsóbban, mint a közlemi RT. Végezetül hadd kérdezzem önt, mint abszolút szakembert, országos viszonylatban. Pécs büszke lehet arra, hogy ilyen sok szép köztéri szobra van? Milyen eszmei értéket képviselnek ezek az alkotások? Az eszmei értéket nagyon nehéz szavakkal kifejezni, rendkívül fontos. A köztéri alkotás az, amivel nap mint nap találkozunk. Múzeumban nem mindig jár az ember, a képzőművészeti albumokat ritkán veszünk a kezünkbe, de szobor mellett mindig elmegyünk. Fontos akkor is, hogy egy történelmi személyiséget ábrázol, fontos akkor, hogy csak esztétikai élményt akar szerezni. Mindenképpen valami olyan formagazdagságot takar egy szobor, olyan szellemi kisugárzása van, ami feltétlenül hat az emberekre. Nem véletlen, hogy a vandálok is mindig megtalálják és megcélozzák a szobrokat, mert valami módon azt a fajta sugárzást nem bírják elviselni, ami a szoborból árad, és ami a szellemiségét adja. Bízom benne, hogy az önök alapítványa azért hatékonyabb lesz, mint a vandálok. Jó munkát kívánok önöknek, sok sikert! Most pedig következzék a Pécs TV által készített Pécs szobrai bemutató sorozatból egy újabb epizódot.